Szeretettel köszöntöm minden vendégünket, elsősorban a polgármester asszony, a hivatal vezetőit, tisztelt vendégeinket, a hivatal mutatásait, és akkor most elkezdenénk a kert rendezvényét. A gyávat szerint darabot, és a darab 50-55-et, és a darab után még az a kérésem, hogy három mondat erejéig még szeretnék a kert tagokkal, illetve veletek mindenkivel is a diákokkal is beszélgetni. Mit álmodtál? Elkapott egy pók. Pók? Azt a kurva. Nagy? Nagy. Mennyire? Kurva nagy. Ja, Istenem. Mondtam a pókokat. Én is. Ne? És? És mi volt? Hát, ültem a szigeten egy padon, és oda tekert a padhoz. Én nem írtam szabad. Közben a villanytolótól meg hógolyók ültek egymással egy sorban. És egyenként estek le. Aztán megfagyott a víz, megfagyott a föld is. Jött ez a fagyás föl a lábamon, ide egészen a mellkasúgyon. És akkor utána ki volt írva a ködben? Game over. Az előadás egy rész, és utána van egy drogprevenciós beszélgetés, foglalkozás, itt van velünk, ez most is van erre lehetőség, itt van velünk Surányi Judit, szociológus, addiktológus szakértő, aki a darab létrehozásában is szakértésével segített minket. Az addikció függőséget jelent latinul, ugye? Tulajdonképpen mindenféle függőségekkel foglalkozó szakember, nem csak a drog, egyéb függőségek is benne vannak, erről lesz szó. Kovács Krisztiánt látták, drogos Krisztián szerepében, és én pedig serepéken vagyok. És érdekes módon azt hallottam, hogy ilyenfajta feldolgozással nem találkoztak, illetve hát történeteket persze, ami más hatást vált ki azért, vagy kevésbé hatásos, ismernek. De ez rossz volt, hogy elrettentő volt, szóval ez mit okozott, milyen érzést váltott ki? De ez azt jelenti, hogy mondjuk többet nem teszed be a lábad színházba emiatt, vagy pedig azt jelenti, hogy a drogról kaptál, hogy olyan aha, de akkor ez egy jó dolog, tulajdonképpen, lehet ezt pozitívan okozni.